Kedves nézőink, most pedig a külpolitikai szerkesztőség képes krónikája következik. A műsorvezető Szaniszló Ferenc. Ablakot vágott Európára. Szószó, Sztálin meg lakatot tett rá. Nikita azonban Európa és Amerika felé is kicsapta a kapukat. Hiába is gúnyolódnak rajta. Ő bizony a cipőjével rúgta ki az összes kaput, és ugyanezzel a cipővel rúgta fenékbe Sztálin véres kezű udvaroncait. Igenis, így volt. Nézzen oda bele! Nézzen! Oda bele! Az igazolványát. Na, gyerünk! Én semmilyen rendeletet nem sértek meg. Szabad az utcán szavalni? Szabad. Hát akkor meg! Na, vegye le a plakátot és fejezze be! Hagyja szavalni! Nézzen oda bele a kamerába! Majd ők megmondják, kísérti meg a rendeletet. Na jó, jó, gyerünk, nekem van igazam akkor. Majd a híradóban megláthatja magát. Maguknak mindig igazuk van. 37-ben is igazuk volt, amikor mindenkit elvittek. Szóval vegyem le a plakátot. Tessék, itt van. De hogy se értegetem én magát. Így volt, vagy nem volt így? Hadd szavaljon! Hagyja szavalni! Megmondja az igazat! A rendőrség jobban tudja, mit szabad. Engedjék szavalni! Milyen alapon küldik? Már mondtam, hogy a 34-es és az 55-ös rendeletet sérti vele. Mondd tovább! Ne törődj vele! Ők nem szoktak magyarázkodni. Tessék! Nézzen oda bele a kamerába! Nézzen, hagyd lássák az arcát! Jó, jó! Mondd tovább, ne félj semmitől! Ne küldj el! Hát zavarja magát! Fölháborító! Hát miért küldik el? Ne menjen el! Mondja már tovább! Mondja tovább! Szava és ne fogadj! Hosszoljanak már, emberek! Nincs itt semmi keresni van! Most majd jegyzőkönyvet vesznek fel! Magyarázza már meg nekem, kitiltatja meg a népnek, hogy szavaljon. Aki? Így van. Magyarázza már meg nekem, hogy kitiltatja meg a népnek, hogy szavaljon. Jó, jó. Huligánok! Jó napot, válaszolnál egy kérdésemre? Nem. És a rend helyreállt. Jó estét kívánok! Az imént látott alkalmi utcai szavaló nem mondhatta tovább a versét. Mi azonban folytathatjuk. A Hruscsovot felváltó Leonid Iljics Brezsnyev halála után 7 esztendővel még mindig a szovjet politikai és hatalmi harc egyik főszereplője. A reformerek elsősorban őt hibáztatják a Szovjetunió külső és belső fiaskóért, a gazdasági és erkölcsi válságért. A konzervatívok szerint Brezsnyev bírálatával a reformerek többnyire saját tehetetlenségüket leplezik. Az utcaembere pedig a súlyos ellátási gondok miatti dühében vagy dacból gyakortan nosztalgiával emlékezik vissza a brezsnyevi nyugalmas esztendőkre. Műsorunkban megszólal Roy Medvegyev, a jól informált történész, aki már a Brezsnyev korszakban is Leonid Iljics egyik legfőbb bírálója volt. Megszólal Gavril Popov közgazdász, aki a 60-as években részt vett a brezsnyevi peresztrojka kidolgozásában, és a reformok kudarca után elvesztette dékáni székét a Lomonoszov Egyetemen. Ma mindketten a legfelsőbb tanács képviselői, és egymással szemben álló erőket vezetnek. Medvegyev centrista és Gorbacsovot támogatja. Popov, Jelcinnel és Szaharovval a főtitkár radikális ellenzékét irányítja. Esetenként eltérően ítélik meg Brezsnyev szerepét is.
A korról van még Alexander Dubček, Alexei Adjubej és Kirill Mazurov. A korról, amely Hruscsov megbuktatásával kezdődött és az afganisztáni kalanddal végződött, és amelybe a csehszlovákiai intervenció épp úgy belefért, mint a Helsinki záróokmány. De előbb nézzünk néhány véleményt a moszkvai utcákról. Jó napot! Parancsoljon! A Magyar Televíziótól vagyunk. Ön sportoló? Dehogy, itt lakom ebben a házban, és reggelente futok néhány kört. A járókelők nem bámulják meg? Elég hideg van már. Á, nem, itt sokan futnak. Mi a foglalkozása? Mérnök vagyok. Szóval mérnök. Tudja, mi Brezsnyevről készítünk filmet. Önnek mi a véleménye Brezsnyevről, és arról a korszakról? Brezsnyevről? Őt most sokat bírálják. És azt a korszakot is. Nézze, erről rengeteget lehetne beszélni. De ha megpróbálná röviden. Az a korszak a mi gyerekkorunk is volt. Minden, amit az iskolában tanultunk, az ő nevéhez kapcsolódik. És mint utóbb kiderült, feleslegesen tanultunk meg sok mindent. Ön szerint Brezsnyev hivatalos megítélése megfelel a valóságnak? Hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára? Szerintem jobb, ha egyáltalán... Szóval nem az, hogy el kéne felejteni, mert emlékezni kell rá, de azokat az ostoba hibákat nem szabad többet elkövetni. Milyen hibákra gondol? Csehszlovákia, Afganisztán. Volt egy pár. És a Szovjetunión belül? Ó, erről ne is beszéljünk. Itt romhalmazt hagyok maga után. Nem is tartom fel tovább, mert még megfázik. Viszlát! Viszontlátás. Honnan érkeztetek Moszkvába? Nábrezsnyie Csálniból. Tatárországból. Régebben ezt a várost másként nevezték. Brezsnyevnek. És miért változott meg az elnevezés? Hát mert a helyieknek nem tetszett ez a név, és tiltakoztak. A Brezsnyev nevet a város a főtitkár halála után kapta. Így van. És akkor nem tiltakoztak? A várost mindig is Nábrezsnyie Csálninek hívták. Aztán meghalt Brezsnyev, átkeresztelték, Brezsnyev pedig egyetlen egyszer nem járt ott. Az emberek tiltakoztak, és a várost ismét visszakeresztelték. De már most, ugye Gorbacsov idejében, igaz? Igen, most. És hogyan változott meg ott az élet? Brezsnyevet most hogy ítélik meg? Bírálják? Hát van, amiért bírálják, van, amiért mentegetik. Miért bírálják például? Mert akkor semmi sem volt a boltokban. És most? Mi van, srácok? Miről van szó? Brezsnyevről beszélgettünk. Ön szerint milyen vezető volt? Brezsnyev jó ember volt, jót tett velem. Mások viszont bírálják. Akkor is. Tudja, nagy a családunk. Az apám egyszer Leningrádba utazott. És a vonaton megismerkedett egy emberrel. Elpanaszolta neki, hogy sokan vagyunk, kicsi a ház, nagyobbat akarunk építeni, de nincs építőanyag, mert hiányzik. Ez az ember aztán levelet írt Brezsnyevnek. Egy hónap múlva a hiányzó építőanyag ott volt a házunk előtt. Vagyis Brezsnyev segített? Nekem segített, jó ember. Brezsnyev gyönge, sőt, buta ember volt. Milyen értelemben? A szó legszorosabb értelmében. Műveletlen volt. Papír nélkül egyszerűen nem tudott beszélni. Amikor például kitüntetést nyújtott át, képtelennek bizonyult magától néhány szót szólni. Brezsnyev hiú volt, de nem kegyetlen.
Azt nem mondanám, hogy kapzsi volt, de azért szeretett gyűjtögetni. Hatalmas mennyiségű ékszert és drága követ halmozott fel. Vagyon a 10 millió rubeleket tett ki. 40-nél több autója volt, mint nyugati márka. Ezeket is gyűjtögette, bár semmi szüksége nem lett volna rájuk. Néhány nyaralót is a magáénak mondhatott. Az egész Brezsnyev családot hatalmába kerítette a gyűjtögetés szenvedélye, bár nem tudom megérteni egy ilyen magasrangú vezetőnek és családjának, mi szüksége ilyen vagyonra. Brezsnyev kerülte a konfliktus helyzeteket, rettenetesen félt mindenfajta válságtól, mert ennek megoldása iszonyatos erőfeszítésébe került. Emlékszem, 1967-ben, Izrael hatnapos háborúja idején, Brezsnyev Podgorny és Kosigin 3 nap 3 éjjel nem aludt, mert nem tudott megoldást találni. Brezsnyev egyszerűen irtózott a válsághelyzetektől, akár a politikáról, akár a magánéletéről volt szó. Ezért bizonyos értelemben a kompromisszumok hívének nevezhetjük őt. Sokat tett a katonai erőegyensúly helyreállításáért. Igaz, túl sokat fordított a költségvetésből katonai kiadásokra. Az ország érdekszférájának kiterjesztése volt a célja. Brezsnyev messzebbre tolta ki a Szovjetunió érdekövezetének határait, mint elődei közül bárki. Brezsnyev idejében vetettük meg lábunkat az afrikai kontinensen, hatoltunk be Latin-Amerikába, Ázsiába. Országunk hagyományainak szellemében expanziós külpolitikát folytatott. Brezsnyevet egyesek gyönge akaratú embernek írják le, aki úgymond mások parancsai szerint cselekedett, akiből hiányzott az önállóság. Szerintem az a tény, hogy sikerült elhitetni környezetével, nem a maga akaratából cselekszik, arról tanúskodik, okos, ravasz ember volt. Tudta, mit várnak tőle a vezetés tagjai, tisztában volt, mit diktálnak érdekeik. Eszerint lépett mindig. Megfelelt mindenki elvárásainak, az akkori irányvonalnak, amelynek a lényege az volt, hogy megmutassuk, az országban nyugalom van, és minden a legnagyobb rendben megy. Mindenki a neki legmegfelelőbb helyet foglalja el. Brezsnyev ezt a fölfogást tökéletesen testesítette meg. Bizonyos dolgokból arra következtetek, hogy sértődékeny, bosszúálló típus volt, de azért igyekezett gátat szabni érzelmeinek. Nem mindig sikerült. Afganisztánba például azért vonultunk be, mert Brezsnyev megharagudott Aminra, aki szerinte az ő megkérdezése nélkül gyilkolta meg Tarakit. Moszkva, Vörös tér, 1982. november 7-e. A mauzóleum melvédjén fölbukkanó Brezsnyev egészségi állapota az elmúlt napokban látszólag javult, s mintha a szokottnál könnyebben viselné el a néhány órás áldogálást ezen a hideg télelei délelőttön. Pedig már csak 3 nap maradt hátra az életéből. Nem sokára itt a mauzóleum alatt fekszik majd nyitott koporsóban. De most még ünnepel az ország. Ünnepelnek az Afganisztánt megszállva tartó katonák, ünnepelnek a Csernobili 4-es blokk építői, ünnepelnek Szumgájtban, Karabakban, Tbilisziben, Bakuban és Jerevánban. Temetés. Brezsnyev temetése. Gyászbeszéd. Juri Andropov mondja. Sem ő, sem a mellette álló Usztyinov és Csernyenko nem sokkal éli túl Brezsnyevet. Pályafutásukat még valamikor Sztálin idejében kezdték. A régi gárda utolsó mohikánjai ők. Csernyenko, Brezsnyev titkára és barátja, elkeseredett. Brezsnyev végakarata ellenére nem ő, hanem a néhai főtitkár által nem túlságosan kedvelt Andropov szerezte meg a hatalmat.
Andropov kezében volt a KGB, s őt támogatta Usztyinov marsall is, a honvédelmi miniszter. A családtagok búcsú csókjai. Lesz, aki közülük hamarosan bíróság elé, azután börtönbe kerül, lesz, aki házi őrizetbe, másokat elbocsátanak állásukból, és lesz, aki az alkoholhoz menekül. A szovjet államférfiak mauzóleum mögötti külön temetőjéig hosszú, gyötrelmes az út. 1945 nyara. Leonid Brezsnyev vezérőrnagy, a 18. hadsereg politikai főnöke részt vesz a vöröstéri győzelmi parádén. A kisföldnek nevezett Novorosszijszki hídfőállástól Prágáig végigharcolja a háborút. Soha nem volt és nem is lesz hivatásos katona. Mielőtt magára öltötte volna a harckocsizók egyenruháját, mezőgazdasági technikumot és kohászati főiskolát végzett. Politikai pályafutása viszonylag későn kezdődik. A 30-as években ez szokatlan, de már 25 esztendős, amikor belép a pártba, s 32, amikor dolgozni kezd az ukrajnai Dnepropetrovsk pártaparátusában. A tisztogatások után új káderekre van szükség, és Brezsnyev pártfogóra talál Ukrajna első emberében. Ő is a kurszki kormányzóságból származó orosz szülők Ukrajnába települt gyermeke, akárcsak Brezsnyev. Nikita Hruscsovnak hívják. Ő egyengeti a nem túl ambíciózus Brezsnyev útját. Ő küldi, hódítsa meg a kazak pusztákat és biztosítsa a birodalom gabona ellátását. Sztálin 1952-ben a 19. kongresszuson figyel föl Brezsnyevre, aki ekkor már Hruscsov jóvoltából a friss szerzemény Moldova vezetője. Milyen jóképű Moldován, jegyzi meg az agdiktátor. Sztálin halála után 1957-ben Molotovék meg akarják buktatni Hruscsovot, ám Brezsnyev kiáll jótevője mellett. Hruscsov hálából maga mellé veszi, és a vezetésben hamarosan már Brezsnyev a második ember. Hruscsov lekezelte Brezsnyevet. Soha nem tartotta őt komoly politikusnak. Tökéletesen tisztában volt Brezsnyev korlátozott szellemi képességeivel. Az az érzésem, hogy Brezsnyev éppen ezért felelt meg Hruscsovnak. Minden nagy politikus másképp gondolkodik. Vannak zseniális, kiemelkedő politikusok, akik hozzájuk hasonló, kiemelkedő egyéniségekkel veszik körül magukat. Ilyen volt például Lenin, Napóleon, de voltak mások is a történelem során Európában, Amerikában és másutt is. Hruscsov azonban másképp látta a dolgokat. Ő is nagy ember volt, de egyáltalán nem igyekezett körülvenni magát nagyon okos, politikailag túlzottan céltudatos személyiségekkel. Hruscsov környezetét szürke, középszerű politikusok alkották. Nem volt közöttük kiemelkedő egyéniség. Talán Koszigin az egyetlen, aki kiemelkedett a szürke tömegből. De belőle hiányoztak a politikai ambíciók. Megelégedett az ország gazdasági vezetőjének, miniszterelnökének szerepével. És még így is mennyi baja támadt Hruscsovval. Brezsnyev Hruscsov környezetében egyike volt az arc nélküli politikusoknak. Hruscsov környezetében akadtak ambiciózus politikusok, mint például Podgorny vagy Seljepin. De Hruscsov ezeket nemigen engedte szóhoz jutni, és távol is tartotta őket magától. Brezsnyev mögött sorakoztak fel a pártapparátus tagjai, a gazdasági vezetők, a katonák. Ezek az emberek megszerették volna őrizni a sztálini rendszert, kiváltságaikat, de ugyanakkor nem kívánták vissza a Sztálin szigorú munkamódszereit, diktatúráját, a büntetőtáborok miatt érzett rettegést. Úgy gondolták, itt az ideje, hogy végre élvezzék az általuk létrehozott rendszer gyümölcseit. 1964. október 13-án a Picundán pihenő Hruscsovot váratlanul elnökségi ülésre hívják Moszkvába. Indoklásul Hruscsov vejének, Adzsubejnek egy Nyugat-Berlinben tett kijelentése szolgál, mely szerint Moszkva úgymond áldását adná a két német állam egyesítésére. A gépre lépve Hruscsov észreveszi, hogy testőreit leváltották, mindent megért. Megkíséri rábeszélni a pilótát, szálljon le Kijevben, hajdani sikerei városában, de mind hiába. Eközben az összeesküvők egy fekete limuzin mélyén egyeztetik a végső leszámolás menetrendjét. Több lehetséges jelölt és néhány önjelölt is akadt Hruscsov helyére. Hogy miért éppen Brezsnyevre esett a választás?
mert akkoriban mindegyik jelöltnek úgy tűnt, Brezsnyev a legszürkébb és a legveszélytelenebb közülük. Brezsnyevet, mint politikai tényezőt senki nem vette komolyan. Seljepin, Szuszlov és Podgorni, akik egymás között döntöttek Hruscsov utódjának személyéről, a vitában sehogyan sem tudtak dűlőre jutni, és kompromisszum gyanánt Brezsnyevet nevezték ki első titkárnak. Brezsnyev személye csak mint áthidaló, ideiglenes megoldás jött számításba. Úgy gondolták, egy kis idő elteltével könnyű lesz őt meneszteni. De elszámították magukat. Brezsnyev ugyanis a maga szürkeségével mindenkinek megfelelt. Az apparátus megszerette, mert nem volt szigorú nacselnyik. Mindenki azzal foglalkozhatott, amivel csak akart. Senki sem ellenőrzött. Az apparátus félt, hogy esetleg szigorúbb főnök jöhet Brezsnyev után. Hát ragaszkodott hozzá. Hruscsov után, aki mindent felforgatott, mindenkit áthelyezett, aki ellenségesen viszonyult az apparátushoz, Brezsnyev az apparátus számára ideális vezetőnek tűnt. Brezsnyev az utolsó hónapokban valóban fél lépésre állt Hruscsov mögött, és nem is lépett el onnan. De éppen az utolsó időszakban, amikor Hruscsov Brezsnyev személyében mondhatni fegyverhordozó apródot kapott, éppen Brezsnyev váltott ki nála egyfajta ingerültséget. Hruscsov erről soha nem beszélt. Ugye nem volt szokása, hogy nyilvánosan minősítse a harcostársait, hiszen az ilyesmivel csak tápot adott volna a különféle pletykáknak. De még én is hallottam tőle, hogy Brezsnyev nagyon könnyelmű ember, aki állandóan csak ünnepségeket szeretne rendezni. Éppen az utolsó másfél-két esztendőben Hruscsov más, új embereket szemelt ki a vezetésbe. Olyanokat, akiket agilisabbaknak tartott. Nem akarom megnevezni őket, még élnek. És Brezsnyev megérezte, hogy az ő második helye Hruscsov mögött veszélyben van. Ezért haladtak olyan gyorsan 1964. októberre felé. Féltek, hogy megjelenik az új második ember. Podgorni határozottabb ember volt, erősebb akaratú, mint Brezsnyev. Nem volt intellektuel, de céltudatos embernek ismerték, olyannak, mintha a 30-as, 40-es évek pártkádereit általában. Elég gyorsan felmérte a helyzetet a központi bizottságban. Hogy összeesküdtek Brezsnyevvel, hogy Hruscsovtól megszabaduljanak, az nem vitás. Podgorni volt a mozdony, Brezsnyev pedig csak az első kocsi, mivel ő gyávább és lassabb volt. De természetesen mindent Brezsnyev csinált, hiszen az ő érdekében állt Hruscsov leváltása. Akkor még idejében kellett a porondra lépni, mert egy fél év múlva már késő lett volna. Áprilisban még ünnepelték, dicsőítették Hruscsovot, miközben már szervezkedtek. Ön is látta a fényképet, kikísérik őt a Picundába induló repülőgéphez, de Brezsnyev már akkor fennhordja az orrát. Miért történt ez? Nagyon féltek attól, hogy amikor Hruscsov visszatér, újabb reformokat hajt végre. A puccsot négyen szervezték meg. Szuszlov, Brezsnyev, aki nagyon is jól tudott mindenről, bár a sorsdöntő napokban külföldön tartózkodott, Seljepin, Szemicsászné, a KGB akkori elnöke az ő embere volt, valamint Ignatov, aki ugyan nem viselt magas tisztséget, de pontosan ezért különösebb feltűnés nélkül beutazhatta az országot, hogy Hruscsov ellen hangolja a helyi apparátust. Mind a négy összeesküvő megközelítően egyforma szerepet játszott Hruscsov megbuktatásában. Brezsnyeven kívül egyikük sem akart Hruscsov székébe ülni? Mindegyik első titkár szeretett volna lenni. És mégis miért éppen ez a gyenge és arctalan szürke ember győzött? A másik három egymás elleni harca Brezsnyevnek kedvezett. Épp úgy, mint annak idején, amikor Trocki, Zinovjev, Kamenyev és a többiek egymás elleni harcából a lenézett, középszerű Sztálin került ki győztesen, s vált a párt erős vezérévé. Vagy másik példa, Sztálin környezetében Molotov, Kaganovics, Malenkov sokkal erősebbnek tűntek Hruscsovnál, Beriáról nem is beszélve. Biztosak voltak abban, hogy közülük kerül majd ki Sztálin utóda. Ideiglenes megoldásként Hruscsovot nevezték ki, azt hitték, Hruscsov az ő báb. Lesz. Ez a sors fintora.
Brezsnyev először is elejét vette az ellátási zavaroknak. A parasztoknak visszaadta a Hruscsov által elvett háztáikat, a kolhoztagoknak minimális fizetést és nyugdíjat garantált, fölemelte a felvásárlási árakat és enyhített a beszolgáltatási kötelezettségeken. Az 1965-ben elfogadott reformprogram szerint a tervutasításos rendszert, a vállalatok nagyobb önállósága, a központi szabályozást, a korlátozott piacgazdaság váltotta volna fel. Meghirdették a társadalom óvatos demokratizálását is. A reformok szülőatya Alexej Kosygin volt. Amennyire én emlékszem, Brezsnyev kezdetben pozitívan viszonyult a gazdasági reformokhoz. De aztán egy kis idő elteltével visszatáncolt. Feltehetően azért, mert féltékenykedni kezdett Kosygin növekvő népszerűségére. A másik, talán döntő ok, az átalakítások előre haladtával egyre világosabbá vált, hogy a vállalatok önállósága, a reform kikezdi magát a fennálló rendszert is, az egész központosított, felülről vezérelt gazdaságot, társadalmat, politikát és az apparátus hatalmát. Az apparátus pedig politikai változásokra nem volt hajlandó, és a Kosygin reformok sorsa ezzel megpecsételődött. A megbuktatott Hruscsovnak nem esik bántódása. Brezsnyev Sztálinnal ellentétben nem végezteti ki politikai ellenfeleit. Sztálinról és cselekedeteiről egyszerűen hallgat, mintha az a 30 év kimaradt volna a szovjet történelemből. Megszünteti a rehabilitálásokat, és Szolzsenyicint, a nagy leleplezőt külföldre száműzi. De ez nem minden bírálójának adatik meg. Szaharov akadémikus például belső száműzetésbe kényszerül. 1965-ben Seljepin, 69-ben Szuszlov javasolja, rehabilitálják Sztálint. Brezsnyev is egyike volt azoknak, akik arra készültek, hogy Sztálint rehabilitálják. Szuszlov és Brezsnyev aktívan együttműködött ebben a kérdésben. Határozottan ellenezte viszont Sztálin rehabilitálását Kádár János. Amint meghallotta, mi készül, Moszkvába sietett, hogy lebeszélje Brezsnyevet. Gomulka is nagyon ellene volt, ő is rögtön Moszkvába repült. Ez 69-ben történt? Igen. Olaszországból Luigi Longo próbált meg Brezsnyev lelkére beszélni, tiltakozott nála. Végül is sikerült megakadályozni, hogy Sztálint és a sztálinizmust rehabilitálják. A politikai bizottság többi tagja óvatosabbnak bizonyult. Brezsnyev viszont nagyon akarta, hogy helyreállítsák Sztálin becsületét. Tudja, Brezsnyev jóban volt a marsalokkal és a tábornokokkal, akik pedig lélekben mindegy szálig sztálinisták maradtak. Az első veszedelmes kihívás 1968 a prágai tavasz. Brezsnyev itt még reménykedik, hogy lebeszélheti Dubcseket. Dubcsek szokatlan módon elhárítja majd az ölelést, és a brezsnyevi etikett előírt a három csókból egyel is beéri. A csókok diplomáciáját a harckocsik diplomáciája követi. 1956-ban Magyarországon Hruscsov még megelégedett a szovjet katonák részvételével. 1968-ban Brezsnyev a közös ideológiára hivatkozva közös fellépés sürget a VSZ tagállamoktól. Így a felelősség sem csupán Moszkvát terheli. Egyedül Ceausescu mond nemet, bár a beavatkozással elvben egyetért. Az öt ország intervenciója eltiporja az emberarcú szocializmus reményeit. A birodalom visszavágott. A politikai bizottság valamennyi tagja egyetértett abban, hogy be kell vonulni Csehszlovákiába. Épp úgy, mint 56-ban, amikor szintén mindenki helyeselte a magyarországi intervenciót. Némileg igazságtalannak tűnik, hogy a 68-as bevonulás a Brezsnyev doktrina elnevezést kapta. Ugyanis nem Brezsnyev, hanem éppenséggel a vidéki pártvezetők, Mazurov, Szeleszt, Seljepin erőltették legaktívabban a beavatkozást. Brezsnyev csak csatlakozott álláspontjukhoz. De mégsem Brezsnyev, hanem a politikai bizottság kollektív döntése volt, hogy vonuljanak be. A döntés érdemi szerzője nem Brezsnyev, vagy pártunk egy másik hatalmassága volt. A Varsói Szerződés valamennyi tagállamának vezetői közösen döntöttek a bevonulásról. A főszerepet Gomulka és Ulbricht játszotta. Ők ketten ragaszkodtak ahhoz, hogy a katonák bevonuljanak Csehszlovákiába. A családomnak akkor azt mondtam, Kirgíziába utazom, ne aggódjanak. Mi volt a feladata Kirgíziában?
Én ügyeltem arra, nehogy csapataink harcba keveredjenek. Ez volt az egyik feladatom. Másfelől olyan vezetői tehetségekkel rendelkező embereket kerestünk, akik képesek lettek volna urrá lenni az eseményeken. Találtunk egy ilyen embert. Megkerestük, elhoztuk, beszéltünk vele. Azután az én repülőmmel Moszkvába küldtük. Gusztáv Huszáknak hívták. Minden parancsot Trofimov tábornok nevében írtak alá. Magam is telefonáltam Trofimov tábornok nevében, aki valójában sohasem létezett, fedőnév volt. Amikor telefonon parancsokat osztogattam, senki se tudta rólam, igazából ki vagyok. Tehát már összehívták a szovjet plénumot, a szovjet pártelnökséget. Az egyik oldalon ők ültek, a másikon mi. Filmkamerák, újságírók, minden az asztalon, és ilyenkor mi a szokás? Ilyenkor már csak fogni kell a ceruzát és aláírni. És ekkor én felálltam, és azt mondtam, na ezt nem. Ez a moszkvai jegyzőkönyv. Önök jól tudják, hogy a tárgyalás előtt mi is kidolgoztunk egy dokumentumot. Legyen tehát látható legalább a fokozatosság is, hogy milyen lépcsőfokokon jutottunk el eddig a jegyzőkönyvig. Azt a dokumentumot, amit mi odahaza elkészítettünk, és amit magunkkal hoztunk, vegyük bele ebbe az aláírandó jegyzőkönyvbe. Brezsnyev felállt, és azt mondta, én figyelmeztettem, hogy ne csinálja ezt. Én figyelmeztettem, mondogatta állva, közben én már leültem. És akkor gyorsan elzavarták a riportereket, a tévéseket. Majd Brezsnyev és az egész szovjet elnökség kivonult, és nem volt aláírás. Nem volt. 1968 öröksége még ma is nyomasztó teherként nehezedik Brezsnyev utódainak vállára. A történelem fintora, hogy ugyanaz a Ceausescu, aki akkor nem volt hajlandó katonákat adni az intervencióhoz, ma a Dubček helyére állított prágai vezetés jószerével egyetlen támogatója, és kezdeményezője volt egy Lengyelország elleni akciónak, miután ott a szolidaritás vette át a hatalmat. Brezsnyev nem szívlelte az általa szélsőségesnek ítélt eszmék képviselőit. A kemény vonalas és Moszkva új német politikájának útjában álló Ulbrichtot épp úgy eltávolítatta, mint a reformer Dubčeket. Igaz, tankok helyett ekkor már telefon szolgált a meggyőzés eszközéül. Maga körül is rendet teremtett. Amikor Koszigin ismertette reform elképzeléseit, fejcsóválva így reagált, hogy mit ki nem talál, jobban kell dolgozni és kész. És Koszigin hamarosan eltávolították. Bár formálisan haláláig az ország miniszterelnöke maradt, valójában Brezsnyev földje, a Dnepropetrovszki Tihonov vezette a kormányt. A becsvágyó moszkvai pártvezér Jegoricsev egy ízben nem a megfelelő helyen jegyezte meg, hogy Leonid Iljics ugyan jó ember, de nem való egy nagy hatalom vezetőjének. Ezután 20 évig volt nagykövet Dániában. Brezsnyev vetétársától Seljepintől is megszabadult. Amikor Seljepin hivatalos látogatáson Mongóliában járt, kíséretének egy tagja tréfából úgy mutatta be őt, mint a jövendő főtitkárt. Cedembál tüstén tárcsázta Moszkvát. A világ akárcsak 1956 után Hruscsovnak hamar megbocsátja 1968-at. A nyugat ezúttal sem akar egy kis ország miatt összeütközésbe kerülni Moszkvával. A szövetségesek pedig úgy gondolják, mindez a birodalom belügye. 1968 után Brezsnyev tekintélye az egész világon megnő. Míg 68-ig az újságokban alig jelenik meg Brezsnyev portré, attól kezdve viszont szinte minden nap Brezsnyev utazik, Brezsnyev beszél, Brezsnyev tanácsokat ad, és visszaállítja a legutoljára Sztálin által birtokolt főtitkári címet. Hallgatósága, bölcs útmutatásaiért őt is egy poly lelkesen megtapsolja, mint Sztálint és Hruscsovot. Ő pedig csókokkal és öleléssel jutalmazza a hűséget. No és szerződéseket ír alá,
amelyeket csak igen ritkán teljesít. Ügyesen kihasználja az amerikaiak vietnami kudarcát, erkölcsi politikai presztízsvesztését. Úgy tűnt, odahaza is minden a legnagyobb rendjén. Egyik beosztatja egyszer a kis fizetésűek megélhetési gondjairól beszélt előtte. Ugyan, torkolta le Brezsnyev, csak nem gondolja, hogy az emberek a fizetésükből élnek. Amikor például én diák voltam és vagonkirakással kerestünk egy kis zseppénzt, mindig azt csináltuk, hogy egy dobozt vagy zsákot félre raktunk magunknak, hármat pedig a kocsira, egyet ide, hármat oda, így él az ország is. Véleményem szerint a válság minden bizonnyal hamarabb beköszönt. Ha a Szovjetunió határain túl, nem következnek be bizonyos sorsdöntő események. Az első az energiaválság. Ennek következtében a kőolaj világpiaci ára hirtelen az égig szökött. És mi elég hosszú időn keresztül meglehetősen jelentős konvertibilis valutaforráshoz jutottunk. Az égből pottyant valutával sokáig be tudtuk tömni a repedéseket. A 70-es évek a szovjet történelem legnyugodtabb esztendei voltak. A válság észrevétlenül hálózta be az országot. A nyugalom, a viszonylagos sikerek azzal magyarázhatók, hogy sem idehaza, sem külföldön nem került sor különösebb politikai megrázkódtatásokra. Brezsnyev a maga kiegyensúlyozott külpolitikájával, az enyhülés irányvonalának meghirdetésével nyugalmat hozott. Egészen 1979-ig, az afganisztáni bevonulásig. Európában rendeződtek kapcsolataink, kibékültünk a németekkel, kiváló gazdasági együttműködést alakítottunk ki velük. Javult a viszony az amerikaiakkal is. És a 70-es években országunkban hatalmas kőolajlelőhelyekre bukkantak, és az olaj külpiaci értékesítése révén csak úgy dőlt a valuta a kincstárba. Ennek köszönhetően sokáig abba az illúzióba ringathattuk magunkat, hogy gazdaságunk virágzik. Brezsnyev igazán csak a 18. hadsereg veteránjai között érezte jól magát. A rendszeres évi összejövetelen nem feszélyezte a protokoll, nem dühítették tárgyalópartnerek és politikai vetélytársak. Jobb szerette a katonákat a politikusoknál. A katonák maradéktalanul elismerték vezetőjüknek, a katonák nem szervezkedtek ellene, nem szabotálták el utasításait. Ő pedig hálásnak bizonyul. Az ország pénzét nem sajnálva félelmetes nagyságú hadsereget állít föl, amelynek katonái vagy szakértői a világ közel 100 államában vannak jelen. Sztálin erről álmodni sem mert volna. A Szovjetunió Brezsnyev idejében válik a világ egyik legfőbb fegyverexportőrévé. A katonáknál jobban csak a kitüntetéseket szerette, itt éppen Szuszlovtól vesz át egyet. Több érdemrendet kapott, mint Lenin, Sztálin és Hruscsov együttvéve. Írni, olvasni viszont nem szeretett. Beszédeit beosztottai írták, akik külön utasításba kapták, hogy a hosszú szavakat rövidekkel helyettesítsék, mert Leonid Iljics a több szótagú szavakat nehezen ejti ki. Titkárságát Moldovában szerzett barátja Csernyenko vezette. Az apparátus, a bürokrácia, amelyben tökéletesen megbízott, s amelyet ellenőrizetlenül hagyott, az ország legfőbb irányítója lett. És bár nem szeretett írni, tucatnyi kötet, köztük néhány önéletrajzi ihletésű mű jelenik meg nevével. Ez utóbbiakért irodalmi Lenin díjat kapott. Könyvei haláláig minden főiskolán és egyetemen a vizsgatételek között szerepeltek. Két szenvedélye volt. Az autóvezetés és a vadászat. Még a 70-hez közeledve is 140-nel robogott a külföldről ajándékba kapott autókon. A rendőrök által természetesen gondosan lezárt Moszkva környéki utakon. Mindig nála volt a vadászpuskája. Ifjú korom óta szeretek vadászni, és soha nem is mondok le erről a szenvedélyemről. Ha tehetem, kikapcsolódásként most is szívesen járom az erdőt, a folyópartot és lövöldözgetek. A vadászat nekem a legjobb pihenés és a legnagyobb élvezet. 1976-ban agyvérzést kap. Az orvosok a klinikai halálból hozzák vissza. Ez már a vég kezdete. Egészsége egyre romlik. Minden útjára orvosok hada kíséri. Pedig újabb megpróbáltatás vár rá. Afganisztán.
A bevonulást a politikai bizottság határozta el. Akkoriban úgy tűnt, helyes döntés született, hiszen a Szovjetunió számára kritikus helyzet alakult ki a Távol-Keleten. Kína és az Egyesült Államok katonai-politikai szövetségre akart lépni. Amerika modernizálta volna a kínai hadsereget. Radarállomásokat szeretett volna építeni Kína északi részén. Eközben a mi kapcsolataink Kínával elmérgesedtek. Kína ellenségeskedett Vietnámmal, hadserege megtámadta Vietnámot. Brezsnyevet mindez mélységesen nyugtalanította. Tudja, Brezsnyev mindvégig szörnyen félt attól, hogy esetleg háborúba keveredik Kínával. Ezért, amikor Afganisztánban győzött a forradalom, idézőjelben forradalom, mert nem az volt, Brezsnyev számára itt volt az alkalom, hogy Kínát nyugati, délnyugati irányból ellenséges államok gyűrűjébe zárja. India Kína ellenes politikát folytatott, Afganisztán is, Vietnám is. Azonban Brezsnyev elszámította magát, Afganisztán kemény diónak bizonyult. Hogyan született meg a döntés? Hiszen Brezsnyev akkor már nagyon beteg volt. Konkrétan kivoksolt a bevonulás mellett. Igen, beteg volt, de betegen is tisztában volt a helyzettel, és környezete is ilyen döntést sugallt. Ő a beleegyezését adta. A bevonulást főként hárman erőltették, Andropov, Usztyinov és Gromyko. Brezsnyev ügyes káderpolitikával fokozatosan megszabadul vetélytársaitól, akik alkalomattán Hruscsov sorsára juttathatnák. Eltávolítja Seljepint, Kirilenkót, Podgornyit, Koszigint. Új emberek jönnek. Csernyenko, Andropov, Gorbacsov. A hajdani összeesküvők közül már csak Szuszlov maradt meg mellette, aki viszont megelégszik a szürke eminenciás szerepével. Szuszlov rendkívül korlátolt, dogmatikus ember volt. Azt nem mondanám, hogy műveletlen lett volna, ismerte a dogmákat, az ortodoxiát, de ezen kívül semmi mást. És ráadásul nem tűrte a másként gondolkodást. Erőszakosan feltartóztatta a kultúra, az ideológia szabad szellemű áramlatait, önkényesen visszavetette a társadalomtudományok fejlődését. Koszigin okos ember volt, nagyon értett a gazdasághoz, és talán mindezidáig ő az egyetlen szovjet vezető, aki eligazodott a gazdaság rejtelmeiben. De belőle hiányoztak a politikai ambíciók, nem törekedett úgymond magasabb szférákba. Ezért, bár jó elgondolásai voltak a gazdasági reformról, ha a vezetésben ellenállást tapasztalt, könnyen feladta és visszahozott. Andropov okos politikus volt, hatalmas politikai ambíciókkal, bár ezeket titkolta. Nem nagyon akart a KGB elnöke lenni, de aztán a KGB-t is felhasználta a főtitkári posztért vívott politikai harcban. Talán ő volt a legokosabb, legműveltebb koponya Brezsnyev környezetében. Kemény ember, aki a másként gondolkodókkal szemben kiméletlenül járt el. Gondolkodásmódja elavultnak tűnt, és kormányzása alatt országunk nemzetközi megítélésén ezért semmit sem tudott javítani. De már az is változásnak számított, hogy okos, műértő, olvasott politikus került az ország élére. Csernyenko. Erről az emberről szót sem érdemes ejteni. Mintha nem is létezett volna. Nyoma sem maradt. Jelentéktelen csinovnyik, aki a véletlenek egybeesése miatt került hatalomra. Ki volt Brezsnyev utódjelöltje, ha volt ilyen egyáltalán? Brezsnyev maga is változtatta utódjelöltjeit. Előbb Podgorny volt a kedvenc, aztán Kirilenko, majd pedig Csernyenko. Andropov azonban még Brezsnyev halála előtt, 1982-ben fölülkerekedett a belső hatalmi harcokban. Hogyan élte ezt el Andropov? Akkoriban már annyira elege lett mindenkinek Brezsnyevből, és annyira korrumpálódott, annyira szétforgácsolódott a társadalom. Olyan súlyos gazdasági válságba került az ország, hogy mindenki rendet akart, és keménykezű, a rendcsináláshoz értő politikust kívánt az ország élére. Andropov ilyen politikus volt, és akkor az apparátus is őt támogatta. Ezek szerint Andropov halálát követően, amikor Csernyenko lett a főtitkár, visszahódították állásaikat Brezsnyev hívei. Igen, ez tulajdonképpen így van, de
Andropov csak 13 hónapig volt főtitkár, és így aztán természetesen nem volt ideje arra, hogy szétverje és újjal váltsa föl a Brezsnyev által létrehozott gépezetet. Hogyan vélekedett Brezsnyev annak idején Gorbacsovról? Nem hallottam arról, hogy egyáltalán véleményt mondott volna róla. Szerintem Brezsnyev egyszerűen észre sem vette Gorbacsovot. Gorbacsov mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozott, Brezsnyevet pedig ez különösebben nem érdekelte. Azt sem hiszem, hogy bármiféle közeli kapcsolatban álltak volna, vagy hogy Brezsnyev Gorbacsovot komoly politikus egyéniségként tartotta volna számon. Úgy tekintett rá, mint beosztottjára, mint az apparátus kis funkcionáriusára. Vagyis ugyanúgy, ahogy ő rá tekintett annak idején Hruscsov. Nos, hát igen, úgy, ahogy annak idején Hruscsov tekintett Brezsnyevre. Brezsnyev 1982. november 10-én hunyt el. A halálát követő rövid interregnum után, amikor két nagybeteg politikus, Andropov és Csernyenko váltotta egymást a megüresedett cégben, Mihail Gorbacsov korszakos reformokat hirdetett meg. A perestroika és a glasnost elsodort mindent. Brezsnyev várost, Brezsnyev kerületet, Brezsnyev utcát, Brezsnyev teret. Fiát, Jurit, aki a külkereskedelmi miniszter helyettese volt, kényszernyugdíjazták. Megrögzött alkoholista. Lányát, Galinát drága kövekkel való üzletelés és erkölcstelen életmód miatt házi őrizetben tartják azóta, hogy barátait és üzlettársait kivégezték. Galina férjét pedig a korrupcióval vádolt Csurbanovot 12 év börtönre ítélték. Csurbanov tábornok, aki Brezsnyev idejében a Szovjetunió belügyminiszter helyettese volt, ma börtönkönyvtáros. Lányuk, Viktória megtagadta az anyját. Andrej, a másik Brezsnyev unoka, ma munkanélküli, miután elbocsájtották a külügyminisztériumból, ahol diplomataként szolgált. Brezsnyev moszkvai házáról levették az emléktáblát. Négy szög, ennyi maradt utána. A Kremlből távoznia kellett a régi gárdának. Nyugdíjazták Tihonovot, Grisint, Gromikót, Romanovot, Alijevet, Kunájevet, Servickit. Az egyetlen ember a jelenlegi moszkvai vezetésből, aki már Brezsnyev politikai bizottságának is tagja volt, Mihail Gorbacsov. Brezsnyev nevét csak egy doktrina őrizte meg. Ez a doktrina, ahogyan egy történész megjegyezte, már halott, de a hivatalos halotti bizonyítványt még nem állították ki róla. Az új világot látták. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Pinteken jelenik meg, és a jövő héttől kapható lesz Gubcsi Lajos legújabb könyve, amelynek címe Négy nap, amely megrengette az országot. Ezzel egyben útjára indul a szerző Vészfék nevű könyvsorozata. A négy nap az MSZNP, majd az MSZP kongresszusa. A páratlan gyorsasággal kiadott könyv az Agria kiadó gondozásában visszanyúl 1988-ig a budapesti tavaszig. Kifelel az MSZNP a baloldal meggyengüléséért. Gubcsi Lajos könyve szokatlan őszinteségre törekszik. Budapesten egyelőre csak a Váci utcai Stúdium könyvesboltban kapható majd a könyv, amelyet a szerző pénteken délután 16 és 17 óra között ott dedikál. Kedves nézőink, most a Zenés TV Színház bemutatásában nézzék meg Holminov Csehov Lakodalom című szatirikus víg operáját. Utána pedig rövid beszélgetést hallhatnak a zeneszerzővel.